Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Agrárfórum Dombováron a környezetgazdálkodás fontosságára helyezték a hangsúlyt. Egyre népszerűbb a szakképzés, 15%-kal többen jelentkeztek a Tolna megyei szakképzési centrumba, mint tavaly. Épül a buszcsarnok Pakson, ütemterv szerint haladnak az elektromos járművekhez kapcsolódó beruházások. A legjobb forgalomirányítók versenyeztek, Szekszárdon rendeztek országos rendőrszakmai versenyt. Dombováron agrárfórumra várták a térség mezőgazdászait és vállalkozóit, ahol az egyik leghangsúlyosabb téma az agrárkörnyezetgazdálkodás volt, aminek a következő 5 éves ciklusára hamarosan be kell nyújtani a pályázatokat. A fórumon Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett. Mezőgazdasági fórumot tartottak Dombóváron, ahol az egyik legfontosabb téma az agrárkörnyezetgazdálkodás volt, mely egy speciális gazdálkodási forma, amit sok termelő alkalmaz a térségben, emelte ki Naszvadi Endre, a dombóvári gazdakör elnöke. Most kell majd a következő 5 éves ciklusra benyújtani a pályázatokat, október 15 és november 15 között. Azért gondoltuk, hogy a szeptemberi hónap végén szükséges a gazdákat minél jobban tájékoztatni, hogy teljesen képben legyenek, hogy mit is vállalnak. A fórumra meghívást kaptak a dombóvári vállalkozók is, akik nemrégiben alapítottak egy egyesületet, mondta el Pintér Szilárd, a várospolgármestere. Amikor megpróbáltam új alapra helyezni a vállalkozóság a civilekkel a kapcsolatot, első hívószóra 2020-ban úgy döntöttek a dombóvári vállalkozások, hogy alapítanak egy vállalkozó egyesületet. Sajnos ez az egyesület sem tudott eddig nyilvánosan működni, hiszen a pandémiáknak nem adott lehetőséget. Örülök, hogy ez a mai nap létrejöhetett. Nagy elvárásokkal vagyok a mai nap a kapcsolatban, és hiszem, hogy a járványügyi helyzet engedi, ennek lesz folytatása. A Dombóvári Vállalkozók Egyesületének megalapítását Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője fontos dolognak tartja. Dombóvár városban működő vállalkozóknak teremtsen egy újabb lehetőséget, akár pályázati lehetőséget, akár pedig információs lehetőséget. Tudjuk azt, hogy az itteni vállalkozók nagyon sokat segítettek már előzőleg is azért, hogy a gazdasági élet pozitív irányban alakuljon Dombóváron, illetve a térségben. A Dombóvári Agrárfórumon a gazdák és a vállalkozók tájékozódhattak az aktuális pályázati forrásokról, amelyek bővített formájuknak köszönhetően nem csak az agráriumra korlátozódnak. A gazdaság újraindítását 600 milliárd forinttal, a felnőtt képzés pedig 70 milliárd forinttal támogatja a kormány. Ezt a gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár mondta. György László arról beszélt, hogy az 50 fő alatti vállalkozások képzéseit 70, a közepesekét 60, míg a nagyvállalatokét 50%-kal támogatják. Egy munkavállaló után akár 500 000 forintot is igényelhetnek a cégek. Ennek feltétele a dolgozó további foglalkoztatása, illetve fizetésének a minimálbér növekedésénél nagyobb arányú emelése. Egyre népszerűbb a szakképzés. A Tolna megyei szakképzési centrumba az előző tanévhez képest idén 15%-kal többen jelentkeztek. Dömötör Csaba, az intézményhálózat kancellárja azt mondja, ez főként a szakképzési rendszer átalakításának köszönhető. A beiskolázási eredmények az előző tanévhez képest 15%-os növekedést mutatnak, tudtuk meg Dömötör Csaba kancellártól. Jelzi azt, hogy mi is sikeresek vagyunk, és hogy a szakképzési rendszer átalakítása is jó úton megy, hiszen azt hajtjuk végre. Az átalakítás tartalmi, szerkezeti, módszertani átalakulást jelent, ami egy teljesen új oktatási rendszert eredményezett. Azok a tanulók, akik bejönnek hozzánk, ők már ösztöndíjat kapnak alanyi jogon 9. évfolyamtól, és hát a másik, ami már nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon sok tanulónk átlépett az új típusú duális képzésbe, ahol viszont ők már munkabért kapnak, és egy más típusú foglalkoztatással, de szakképzési munkaszerződéssel dolgoznak. A Tolna megyei szakképzési centrum már a 2022-23-as tanévre készülve várja azokat a diákokat, akik a szakképzési centrum által fenntartott intézményekben képzelik el a továbbtanulást. A szakképzési centrum törekszik rá, hogy az iskolai infrastruktúrális, módszertani és eszközfejlesztései megvalósuljanak.
526 új koronavírus megbetegedést igazoltak szerdán idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 819.547 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 2 beteg, így az áldozatok száma 30.145 főre emelkedett. 411 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 41-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.869.000-en kaptak. Tolna megyében 9 új fertőzöttet regisztráltak szerdán, így a járvány kezdete óta összesen 17.904-en kapták el a koronavírust az országnak ezen a részén. Ütemterv szerint halad az elektromos buszok szervízcsarnokának kivitelezése Pakson. A napokban a munkaterületre érkezett egy daru is, amelyet a kivitelezés szakemberei a tartószerkezet felépítéséhez használnak. A beruházás jelenlegi állásáról személyesen tájékozódott Szabó Péter, a város polgármestere. Mint mondta, nem csak a szervízcsarnok, hanem a közvetlen szomszédságában levő irodaépület kivitelezése is a tervek szerint zajlik. Daruval emelték a szakemberek a helyére az épülő csarnok elemeit, az elektromos buszok szervize folyamatosan készül. A telephelyen jelenleg is zajlik a munka, a szervízcsarnok melletti irodaépület kivitelezése is ütemterv szerint halad a kivitelező szerint. Az irodaház épület szigetelési munkájával már végeztünk, jelenleg már szerelvényezési munkákat folytatnak bent a kollégák, festők dolgoznak, bent a glettelési munkákkal már végeztek, és burkolási munkákat folytatunk. Abszolút ütemterv szerint előre haladott állapotba tartunk az építkezéssel. Paks polgármestere személyesen tekintette meg a beruházás jelenlegi állapotát. Szabó Péter szerint a szervízcsarnok megépítésével korszerű környezetben lehet majd végezni a buszok karbantartását. Ez egy olyan szervízcsarnok lesz, amely a elektromos buszoknak a szervizelésének fog majd megfelelni. Tényleg ilyen ultramodern elektromos gépjárművek szervizeléséhez megfelelő eszközök lesznek majd benne. A szervízcsarnokban modern eszközpark áll majd rendelkezésre a buszok karbantartásához, szervizeléséhez. Érkezik görgős fékerőmérő, kerékszerelőgép, gumiabroncsnyomásmérő, fényszóró ellenőrző berendezés és klímarendszer mosó is. Nagy feszültségű rendszerek ellenőrzésére is helyben kerülhet sor az új gépeknek köszönhetően. A szervízcsarnokon kívül az irodaépületnek is fontos funkciója lesz, tájékoztatott a városvezető. Paksi Közlekedési Kft. Fog majd beköltözni. Itt lesz az irodaépületben egyébként a diszpécser szolgálat, illetve a buszsofőröknek is itt lesz az állomás helye, öltözővel kialakítva, öltözőszekrényekkel és tartózkodó helyiséggel egyetemben. Úgyhogy az irodaépület is nagyon fontos ebből a szempontból. Az irodaépület és az elektromos buszok szervízcsarnokának kivitelezése mintegy 300 millió forintból valósul meg. A határidő 2021. decembere. Közmeghallgatást tart a szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 27-én hétfőn délután 5 órától a Tolnai megyeszékén található Heinek Ottó közösségi házban a Hrabovszki utca 10-es szám alatt. A részvevők felszólalásai mellett a napirendi pontok között szerepel a Nemzetiségi Önkormányzat működéséről szóló tavalyi beszámoló, valamint a Tolna megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége szekszárdi jelöltjeinek bemutatása. Az ország legjobb forgalomirányító rendőrei versenyeztek Szekszárdon szerdán későn délután. A 19 nevezőnek a Tolnai megyeszékhely egyik legösszetettebb útkereszteződésében kellett 5 percen keresztül kézzel irányítaniuk a közlekedőket. Volt, akinek igazán különleges feladatot is meg kellett oldania. Szekszárd egyik legforgalmasabb útkereszteződésében rendezték meg szerdán későn délután az Országos Szakmai Közlekedés Rendészeti Verseny forgalomirányító számát. A megmérettetésen 18 megye és Budapest legjobb rendőrei vettek részt. Tolna megye a Fair Play jegyében idén nem indult. Szirénázó rendőrautók vonultak egy balesethez a verseny ideje alatt. Volt, akinek ilyen különleges feladatot is meg kellett oldani az 5 percnyi forgalomirányítás ideje alatt. Nem volt egyszerű. Az élet az mindig egy nagy forgatókönyvíró. Most így alakult. Bízom benne, hogy jól reagáltam a helyzetre. Ez majd kiderül a verseny végén. A résztvevők azt mondták, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai igazán profin szervezték meg az egész napon át tartó 3 számból álló versenyt. Maga a verseny, kezdjük a szervezés, és szerintem nagyon jó. Az elméleti része, ugye nekünk ez egyfajta szakmai továbbképzés. Tényleg a
legapróbb betűs résszel készültek. Maga a verseny szerencsénk volt, mert reggel ilyen szakadós eső volt, aztán hál' Istennek jó idő lett. A versenyzőket egyszerre 4 bíró pontozta, akik gyakorlatilag minden elkövethető hibára folyamatosan figyeltek. Hát minden irányból próbálják a versenybírók azt értékelni, hogy a versenyző hogyan teljesít a pályán. Itt nagyon fontos az, hogy mennyire határozott a kollega, mennyire szabályosan tartja a kezét, mennyire szabályosak a mozdulatai, illetve a forgalom irányítás során milyen hibákat vét. Itt gondolok arra, hogy mennyire engedi el a kanyarodósávban közlekedőket, mennyire tart szemkontaktust a gyalogosokkal, akik az esetleges szabadjelzésen átmehetnének, de nem tudják, hogy ilyenkor mit kell tenniük. Az országos szakmai közlekedési rendészeti verseny 3 számból állt. A forgalomirányítás mellett autós és motoros ügyességi számok is voltak. A versenyt végül a Heves megyei rendőrfőkapitányság munkatársai nyerték. 7 év börtönbüntetésre ítélt a bíróság egy 29 éves szekszárdi kábítószerkereskedőt. A férfi a vád szerint legalább 5 féle droggal kereskedett hónapokon keresztül rendszeresen. A házkutatás során a rendőrök a drog kiméréséhez alkalmas mérleget és más eszközöket is találtak. Kiderült, hogy a díler maga nem drogozott, a kábítószereket csak értékesítette. Tettéért akár 25 év börtönt is kaphatott volna, ám a bíró több enyhítő körülményt is figyelembe vett az ítélet kiszabásakor, így végül a díler 7 évnyi büntetést kapott. Enyhítő körülményként értékelte a bíróság személyi körülményeit, azt, hogy egy kiskorú gyermek eltartására kötelezett, illetve megbánó magatartását és a tárgyaláson lemondást, illetve beismerő nyilatkozatát. Egyebekben a bűncselekmény büntetési tételkerete 5-től 25 évig terjedő szabadságvesztés lett volna, ennek a középmértéke 15 év, ehhez képest a bíróság az enyhítő körülmények túlsúlya miatt enyhébb büntetést szabott ki. Vaddisznó malacot mentettek ki egy vízelvezető árokból szekszárdi tűzoltók. A rémült fiatal állat a Tolnai megyeszékhelyen a Ne felejts közben esett a vízelvezető csatornába. A lánglovagok egy úgynevezett dugólétrán állt kötélbiztosítás segítségével mentették ki a mély árokban rekedt vadat, majd a közeli erdőben szabadon engedték. A malacnak a rémültségen kívül nem esett baja. A szekszárdi atomerőmű KSC csapata hosszabbítást követően 63-56-ra legyőzte a Sepsiszentgyörd együttesét a női kosárlabda Euróliga selejtezőjében. Az A csoport Sepsiszentgyörgyön zajló körmérkőzésének szerdai találkozóján, így a Tolna megyei csapat bejutott a sorozat csoport körébe. Az atomerőmű KSC Szekszárd ezzel története során első alkalommal harmadszori próbálkozásra kiharcolta az Euroligában való szereplés jogát. A csapvizet népszerűsítő programot tartottak Bártaszéken gyerekeknek az Erőv Víziközmű ZRT munkatársai. A szemléletformáló projektre több mint 30 millió forintot nyert a szolgáltató. A szakértők azt mondják, minél korábban el kell kezdeni a környezettudatosságra való nevelést. A mostani tájékoztatón több mint 300 gyerek fordult meg. A vízkészletek végesek, tehát figyeljetek oda ti is arra, minél inkább, hogy takarékosan bánjatok a vízzel. Bátaszéken is nagy népszerűségnek örvendett mind a gyerekek, mind a pedagógusok körében az Erőv Víziközmű által megszervezett és bemutatott csapvíz népszerűsítő program. A szemléletformáló programsorozattal a környezet és a víz védelmére szeretnék felhívni a fogyasztók figyelmét. Az előadók úgy vélik, minél korábban el kell kezdeni a gyerekeket is a környezet tudatos életre nevelni. A gyerekekben látom azt az erőt, hogy ők képviselik azt, amit mondunk, és az életüket is ahhoz formálják, hogy amit mondunk, vagy amit kérünk tőlük, mint ahogy elbúcsúztam, itt ne felejtsétek, hogy a természetre vigyázni kell. És a gyerekek vigyáznak. És ha ezt elmondja otthon a szüleinek, vagy személygyűjtésnél otthon, azt mondja, apa, azt nem jó helyre dobtad, akkor ide kell tenni, ezzel már nagyon sok mindent elérünk, vagy elértünk. És a környezet is természetesen. Olyan példákon keresztül mutatták be a víz körforgását, fontosságát és értékét, amit a gyerekek is könnyen megértenek. Vigyázz a földre! Ez az egyetlen bolygó, ahol lehet csokit kapni. Korsós János kiemelte, ugyanolyan egészséges, sőt, talán még egészségesebb a csapvíz, mint a palackozott vizek, így arra ösztönzik az embereket, hogy ne vásároljanak flakonos folyadékot a környezet védelme érdekében. Az előadó hozzátette, azért is tartja fontosnak azt, hogy a gyerekek meghallgassák a bemutatót, mert ők biztosan továbbítják az információt.
körforgásnak nevezném, hogy a gyerek, a szülő, a gyerek, és akkor ennek a vége az nyilván, hogy a környezetnek jót teszünk, hiszen szelektíven gyűjtjük a szemetet, illetve hát a másik dolog az, hogy magunknak is jót teszünk nyilván azzal, hogyha a környezet tudatosan, környezetbarát módon élünk. A gyerekek a tájékoztató után színezhettek, és mindenki kapott egy-egy cserepes virágot. A nap során több mint 300 óvodás és iskolás fordult meg az uszoda előtti téren. Regionális híreink következnek. Korlátozások és Pride, kivonult a pécsi polgármester a közgyűlésről. 200 ezeres minimálbér jövőre, bírni fogják a bérnövekedést a vállalkozások? Kaposvári lovasviadal, katonai bemutatókat láthatott a közönség. A pécsi Pride miatti túlzott korlátozások hátterét, a lezárás miatti károk mértékét akarja felmérni a pécsi polgári oldal. Ezért javaslatokkal álltak elő ennek a kivizsgálására a keddi pécsi közgyűlési ülésen. A város polgármester azonban nem akart részt venni a vitában, ezért kivonult a teremből. Az utolsó pillanatig várni kellett a keddi közgyűlésen, hogy a pécsi Pride-dal kapcsolatos határozati javaslatait ismertethesse az ÖPKDNP frakció vezetője. Kőváry János azt mondta, a belváros teljes lezárása miatt az ott működő vállalkozásokat kár érte, de a lakókat is megviselte a szigorú korlátozás szabad mozgásukban. A vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezzük, amelyik kivizsgálja ezeket a panaszokat, amit a lakosok, illetve a vállalkozók benyújtanak, hogy ezek közül van-e olyan, amiben az önkormányzatnak egyébként van illetékessége, vagy van-e olyan panaszuk, amiben segítségükre tudunk lenni, hogy egyébként jogos kárukat, igényüket érvényesítessék. Mert nincs önkormányzatnak ez a dolga. Ezen kívül kezdeményezik azt is, hogy a következő ilyen esemény szervezésénél az önkormányzat tegye világossá, hogy a pécsieket csak szükséges és elégséges mértékben lehet korlátozni a felvonulás miatt, amivel nem okoznak nekik károkat. A felvetésekre a polgármester nem megszokott módon reagált. Én nem vagyok hajlandó ebben az öncélú politikai álmokfutásban részt venni, úgyhogy most itt hagyom önöket. A polgármester a kivonulása előtt úszításról beszélt az elhangzottakkal kapcsolatban. Ezért ment ki. A baloldali városvezetői koalíció nagy része követte Péter Fiatillát. Nekünk nem a rendezvényen van a bajunk, polgármester úr, nem tudom milyen úszításra gondolt, mert a mi oldalunkról senki nem úszított a rendezvény ellen. Mi pusztán ezt az aránytalan nagy terhet, hogy a teljes belvárost műveleti területté nyilvánították. Ezt kifogásolják, ami az üzletek ideiglenes bezárásához, a lakók mozgásának korlátozásához vezetett, mondta a kivonulás után az ellenzéki képviselő. A kiürült közgyűlési teremben még folytatódott a vita az ott maradt képviselők között, de végül érvényes döntés nem született kedd este. Jövőre 200 ezer forint lesz a minimálbér, ebben egyetért a kormány a munkadói oldal és a munkavállalói oldal is a sajtóhírek szerint. Azonban az emelés hogyan hat a vállalkozásokra? Bírni fogják-e a megnövekedett bérterhet, vagy segítséget kell nekik nyújtani? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál. Szükséges lépés a hazai minimálbér 200 ezer forintra emelése, mondta kérdésünkre a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. Azonban a vállalkozások szempontjából figyelembe kell venni, hogy mindegyik munkáltató túl tudja élni az emelés utáni időszakot, hiszen ez megterheli gazdaságilag a cégeket. Milyen kompenzációt, milyen támogatást, milyen bértámogatást fognak tudni a cégek szerezni, akár Gino Plus-ban, akár más hazai forrásból, hiszen lesznek olyan hazai tulajdonú KKV-k, ahol a minimálbér emelése egy nagyon komoly kihívást fog jelenteni. Szükséges, hogy a kormány ezt felmérje, és szükséges, hogy ezeknél a cégeknél valamilyen bérkompenzációt nyújtsunk 1-2-3 évre. 2-3 év után beáll a rendszer, ezt az időt kell átvészelni. Azonban emelni kell, hiszen már nem járható az az út, hogy az alacsony bérekkel tartjuk fenn a magyar gazdaság versenyképességét, mondja a szakember. A versenyképességünknek mindig is záloga volt az alacsony bér, de ez már nem fenntartható. Tehát amennyiben hozzáadott értéket óhajtunk előteremteni, akkor természetszerűleg a béreket is
emelni kell, húzni kell, és a minimálbér emelése az mindig egy ilyen lépés. Mint ismert, tárgyalások folynak a munkaadókkal és a munkavállalókkal a minimálbér bruttó 200 ezer forintra emeléséről. Ezt 2022. januárjától vezetnék be. Sajtóhírek szerint a 200 ezeres minimálbér bevezetését mindegyik oldal támogatja. A garantált bérminimum emeléséről folynak még egyeztetések. Rangos nemzetközi military lovasversenynek adott otthont a Pannon Lovas Akadémia Kaposváron. A viadalon a magyar versenyzők is jól szerepeltek. A szervezők már a következő versenyek rendezésén gondolkodnak. Különösen izgalmas tereppel várták a versenyzőket a Pannon Lovas Akadémián. A pályaépítők ugyanis ezúttal is örömmel éltek a dombos talajviszonyok adta lehetőségekkel. Ezt nagyon-nagyon szeretik a pályaépítők is, hogy egy kicsit szabadjára engedhetik a fantáziájukat, illetve a lovasok is nagyon kedvelik, hogy egy kicsit megváltozott körülmények között tudnak lovagolni, hiszen a legtöbb pálya többnyire síkon helyezkedik el, és ez itt ugye egy kicsit más perspektívát ad ennek. A koronavírus járvány miatt az elmúlt időszakban sok versenyt kellett lemondaniuk a szervezőknek, ezért is volt fontos a mostani kaposvári viadal. A megmérettetésre a szomszédos országokból is érkeztek lovasok. Nagyon izgatottan vártuk a versenyt, és hát megvannak a terveink a jövő évre. Egyelőre 3 nemzetközi versenyt tűztünk ki ugyanerre a helyszínre. 2 ugyanezekkel a kategóriákkal, és szeretnénk egy olyan versenyt is rendezni, ahol egy magasabb kategória is megrendezésre kerül majd, hogy még több külföldi lovast fogadhassunk itt Kaposváron. A 3 nemzetközi versenyszámból álló viadalon végül 2 magyar versenyző, Hok Zsófia és Rádi Anna is győzelemnek örülhetett. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Agrárfórum Dombováron a környezetgazdálkodás fontosságára helyezték a hangsúlyt. Egyre népszerűbb a szakképzés, 15%-kal többen jelentkeztek a Tolna megyei szakképzési centrumba, mint tavaly. Épül a buszcsarnok Pakson, ütemterv szerint haladnak az elektromos járművekhez kapcsolódó beruházások. A legjobb forgalomirányítók versenyeztek, Szekszárdon rendeztek országos rendőrszakmai versenyt. Pénteken túlnyomóan napos, kellemes időig érkezik mérsékelt légmozgással. Csapadék nem várható, emelkedik a hőmérséklet, éjszaka kiderül az ég. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!